Sziasztok, kicsi elsőseim! Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép tavaszi napon. Nálunk nyitva van az összes ablak, gyönyörűen süt a nap, hallom a szellős susogását, a madarak csilipelését, igazi szép tavaszi nap van. És sőt, ha még jobban fülelek, akkor hallom a tücskök csilipelését is. Figyeljetek! Ilyenkor tavasszal nem csak a költöző madarak repülnek vissza, és felébrednek a téli álmotalvó állatok, hanem életre kell a kert, a park sok-sok pici állat által. A mai órán olyan állatokkal foglalkozunk, amelyek segítenek nekünk valamilyen módon a kertben, a mezőn, a parkban. Ilyen például a süni, amely férgeket, rovarokat és csigákat fogyaszt, amelyek károsítják a növényeket a kertben. A katicabogár a levéltetveket pusztítja. A levéltetvek azért károsak, mert elszívják a növényektől a vizet és az ásványi anyagokat, ami fontos tápláléka a növény számára. A katicák tehát ezeket eszik. Halljátok a kertben a méhecskék hangját? A méhek nagyon fontos szerepet játszanak a természetben. Ahhoz, hogy a növények és a fák virágozzanak, a virágokból aztán termés legyen, beporzás szükséges. A virágpor egyik növényről a másikra a szél és a méhek által jut el. Nézzetek meg ezt a képet, látható, hogy ezen a képen a virágpor ráragad a méhecskére, és így viszi át virágról virágra. Azon kívül, hogy segítenek a növények beporzásában, virágport és nektárt is gyűjtenek, amiből mézet készítenek. Ha nem lennének a méhek, egy idő után kihalnának a virágok és a fák, hiszen virág nélkül termés sem hoznak, és a termés és a magok által szaporodnak a növények. És ha virág nem lenne, méz sem lenne. Nézzétek meg csak ezt a cuki állatot munka közben! Vajon melyik állatról beszélek? Földnek mélyén folyton ások, túrás jelzi, merre járok. Bársony, bundám, vaksi szemem, éjjel-nappal rovart teszem. Na, szerintetek melyik állatról van szó? Igen, a vakondról. A vakond a föld alatt él és munkálkodik. Rovarokkal, férgekkel táplálkozik, amelyek kárt tesznek a gyökérzetben, vagy később a növényben. Viszont sok bosszúságot is okoz a kertekben és a parkokban, hiszen feltúrják a szép gyepet. Képzeljétek, a vakon legfőbb ellensége a gólya, de a macska és a kutya sem tűri meg ezt a kis betolakodót. Ennek ellenére nagyon népszerű a vakon, mindenki ismeri és szereti például a Kis Vakon című cserajzfilmet. Ha nem ismeritek, akkor kötelező megnézni. Nézzétek, nekem is megvan! A nők és a lányok általában nem szeretik, sőt undorodnak ettől az állattól, de hasznos állat a kertben a varangy is. Megmondom őszintén, nekem sem a kedvenc állatom, mert nem egy szépség, és simogatni sem olyan kellemes, mint egy puha cicát, kutyát vagy lovat. Viszont nagyon érdekes hangjuk van, figyeljetek csak! Ez a barna varangy.
Ez a zöld leveli béka, biztos ismeritek, nagyon cuki, elfér a tenyerünkbe. És hát ez a varangy, amiről az előbb beszéltünk. Ugye, hogy nem egy béka hangja van? Ez nem egy brekegés, inkább valami ének. Minden esetre nem szívesen találkoznék vele. És most nézzük meg ezt az ásó békát, aki a hangján kívül hogy beássa magát a homokba. Azt mindannyian tudjuk, hogy a kismadarak hasznos és kedves segítő társai az embernek, hiszen sok hernyót, kukacot, bogarat pusztítanak el, amivel megvédik a kertek gyümölcsfáit, a szőlőlugasokat, a veteményeseket. Ha madáretetőt tesztek a kertbe vagy akár a házhoz, akkor biztosan nagyon sok segítő társatok lesz. Télen az etetésnél gyönyörködhettek bennük a fűtött szobából. Zárjuk ezt az anyagrészt egy vidám dallal, aztán nézzük meg a házi feladatot. Kicsi madár ül a fészek közepén, a tojás héj még ott a fenekén. Kicsi madár csipog a fészek közepén, nagy madár leszek, ha megövök én. És még el sem múlik a nyár, nagyra nő a kis madár. Szárnyába csampos a levegőbe száll, alatt a térkép a táj. Nagy madár, messze száll, várjára rátalál. Fészket épít, lesz kis tojás, így lesz a dalnak folytatás. Nem beszéltünk még az ünnepekről. Az első a sorban tavasszal március 15-e, amikor a magyar forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk, akik függetlenné akarták tenni az országunkat Ausztriától és az osztrák császártól. Mindenki számára ismerős a háromszínű kokárda, ami március 15-e jelképe. Húsvét ünnepén Jézus feltámadására emlékezünk. A kereszténység számára ez a legnagyobb ünnep. Húsvét az egy úgynevezett mozgó ünnep, tehát nincsen fix napja, hanem a tavaszi napéegyenlőséget március 21-ét követő holtölte, tehát teli hold utáni vasárnap. A húsvéthoz sok hagyomány, népszokás kapcsolódik, így a tojásfestés, a nyuszi, a locsolkodás, a barka és ételszentelés a templomban. Április 22-e a Föld napja. Ezen a napon különböző eseményeket rendeznek világszerte, amelyek felhívják a figyelmet a Föld, a természet megóvására. Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük, a gyerekek és a férfiak köszönetet mondanak az anyák sok fáradozásáért, önzetlen segítségükért és erejükért, amit a családon belül tesznek értünk. Ha anyukád nem lenne, te sem lennél. Május utolsó vasárnapja a gyerekeké. Mára már világszerte elterjedt szokás, hogy ezen a napon a gyerekeknek mindenféle vidám programot rendeznek a szabadban, lufikkal, körhintával, aszfaltrajzversennyel, fagyival és vattacukorral. Te szereted a vattacukra? A madarak és fák napja szintén májusban van, amikor is, ahogy a Föld napján, a természet védelmére hívják fel a figyelmet.
Ilyenkor különböző programokon megismertetik az ifjúsággal a madaraknak és azok védelmének fontosságát, és így az erdők, a fák jelentőségét is. És most nézzük a házi feladatot. A munkafüzetet nyisd ki a 46. oldalon, ott két feladat van. Az első feladatban le kell írnod, hogy a rajzok milyen tavaszi ünnepeket ábrázolnak. Elárulom, azokról lesz szó, amelyeket az előbb megbeszéltünk. A kettes feladatban pedig azt kéri a munkafüzet szerzője, hogy rajzolj le egy húsvéti élményedet. Jó munkát hozzá! Hát ennyi lett volna a mai óránk. A következő alkalommal a ház körüli és a házi állatokkal foglalkozunk. Nekem például kis cápáim vannak. Sziasztok!